Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Továbbra is dúl az energiaválság, ami nem túlzás kijelenteni, hogy rendkívül nehéz gazdasági helyzetbe, sőt, nem egy esetben már csőd közelbe juttatott magyarországi önkormányzatokat, cégeket, és hát ez alapvetően az elsődleges kiváltó oka a rendkívül magas inflációnak is. A mai adásunkban két blokkban foglalkozunk a kérdéssel. Az első blokkban ellenzéki vezetésű önkormányzatok, illetve települések polgármestereit hívtuk el, hogy velük nézzük át azt, hogy is néz ki a kormányzat nem olyan régen bejelentett úgynevezett rezsimentő akció alapja. Kik azok, akik részesültek ebből, kik azok, akik nem részesültek ebből, egyáltalán felfedezhető-e bármilyen típusú racionális logika az elosztás mögött. Az adás második részében pedig energiaügyi szakértőkkel fogunk beszélgetni arról, hogy látszik-e már bármilyen formában is a fény az alagút végén, legalábbis a rezsiárak, az energiaárak mérséklődése szempontjából. Be is mutatom az első blokk vendégeit, itt ül velünk Pikó András Józsefváros polgármestere, szervusz, Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, szervusz, illetve Gémesi György Gödöllő polgármestere, illetve a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnöke, szervusz. Szervusz, jó estét kívánok mindenkinek. Kezdésnek mutatnánk egy grafikont, amelyben összesítettük azt, hogy hogyan is néz ki az a kormányrendelet, amelyet a miniszterelnökség tett közzé. Ez ugye a 10.000 fő feletti települések támogatásáról szól. Összesen 44 milliárd forintnyi rezsi támogatást osztott szét a kormány. 138 városnak és 17 kerületnek ítéltek meg segítséget, de nagyon jelentős összegbeli eltérésekkel. Az itt látható grafikon azt lehet látni, hogy a budapesti kerületek rezsi támogatása lakosság arányosan hogyan alakult. Látható az, hogy kimagaslóan a fideszes vezetési önkormányzatokat favorizálták az elosztásnál. Ugye több olyan ellenzéki vezetési önkormányzat, ami egyenesen ki is maradt a demokratikus koalíció által delegált polgármesterek által irányított település részek, tehát önkormányzatok egy az egyben kimaradtak ebből az egész történetből. Úgyhogy kezdjük is ezzel az aspektussal, fordulok hozzátok, András és Krisztina. Szóval, hogy miért alakult ki az, hogy ennyire meg van osztva a budapesti ellenzéki vezetésű település részek mindegyike? Gyakorlatilag vannak, akik ugye kaptak, ugye második kerületben őrsi polgármester, illetve a hatodik kerületben soproni polgármester is arról számoltak be, hogy ők részesültek valamilyen típusú támogatásban, ugye Józsefváros is részesült valamilyen támogatásban, Krisztina, kimaradtatok ebből az egész történetből, szóval, hogy miért nem tudott ebben egy egységes frontot kialakítani a nem fideszes vezetésű település részek polgármesterei? Hát talán azzal kezdve, hogy mi miért nem kaptunk, lehet, hogy azt gondolta a kormány, hogy nálunk változatlanok maradtak az energiaárak, én mást nem tudok e mögött felfedezni. Nem hiszem, hogy ebben az egységes kiállás az egyértelmű lett volna. Sok ügyben felmerül ez, és sok ügyben egyértelmű, hogy ebben egységesen kell kiállni, de igazából a rezsitámogatással kapcsolatban gyakorlatilag egy nagyon rossz emlék és egy nagyon rossz tapasztalat volt az, ami mindannyiunk szájízét megkeserítette, és ez a Covid alatti kieső bevételek, illetve az elvont IPA bevételeknek az úgynevezett kompenzációs tárgyalásai voltak, amelyek ennél sokkal komolyabb formában kezdődtek és folytatódtak, tehát egy hosszú folyamat, valódi adatkérés, valódi egyeztetések minisztériumban, felelős vezetőkkel, miniszterelnökséget vezető, miniszterrel leülve, kormánybiztossal, stb. Tehát mindenki látszólag nagyon komolyan vette az akkori helyzetet, és a vége az lett, hogy egyetlen fillért nem kapott a egyetlen ellenzéki vezetésű önkormányzat sem, és hát egy ilyen típusú, hogy is mondjam, adatkéréssel kezdődött ez a bizonyos energiakompenzációs tárgyalássorozat is, viszont ebből hiányzott már az elején is az a mondás, vagy az a feltevés, hogy mindezen adatkérés indoka az, hogy a kormány kompenzálni akarná az önkormányzatokat, és ez főleg azért volt számomra egyértelmű, hogy ez nem így van, mert én elmentem egy olyan, egyébként nem a magyar települési önkormányzatok, hanem a TÖOSZ által szervezett találkozóra, ahol a belügyminisztérium államtitkára, önkormányzatokért felelős államtitkára, Dukai államtitkárul elmondta, ez október közepén volt, ha jól emlékszem, hogy kizárólag a 10.000 lakos alatti településeket fogják a megemelkedett energiaárak miatt kompenzálni. Tehát pont ellenkezőleg akkor ezek szerint. A 10.000 fő feletti településeket pedig nem.
Jó, András, hozzád fordulok, és közben megkérem a kollégámat, hogy hozzuk vissza egy pillanatra azt a grafikont, amit az előbb mutattunk, ugyanis ugye azért ebből nem csak az rajzolódik ki, hogy itt alapvetően a politikai orientáltság meghatározó szerepet játszott abban, hogy ki az, aki kap támogatást, hanem hogy gyakorlatilag ezen kívül nem is nagyon látszik más racionális szervező elv, tehát sem a adott kerületben élő lakosoknak a száma. Ugye lehetett hallani azt, Láng Zsolt kormánybiztos jelezte azt, hogy valamilyen módon az adóerőképességet is vizsgálták ebben az egész elosztásban, tehát ezt sem nagyon lehet rávetíteni igazából erre, ezekre a számokra. Egyébként magunk hívtuk Láng Zsoltot, hogy jön ide a stúdióba, és tudjunk beszélgetni ezekről a kérdésekről, egyéb elfoglaltságokra hivatkozva nem fogadta el a meghívásunkat. Szóval András, ti kaptatok támogatást, ha 470 millió, 69 millió forintot. Ez mire elégséges? Egyáltalán mennyit kértetek? Mi alapján jött ki ez a szám? Nem kértünk. És egy kicsit vissza utalnék arra, amit kérdeztél, hogy miért nem volt itt egységes fellépés. Minden autokrata rendszernek az az egyik, hogy mondjam, stílusjegye, hogy tervezetten kiszámíthatatlan. Magyarán nem lehet tudni, hogy mi az etikus, mi a hasznos, mi a későbbiek szempontjából értelmes megoldás. A Krista álláspontja szerintem abszolút legitim, nekem is ugyanezek voltak a tapasztalataim, és egy normális országban nem is támogatásról beszélünk. Egy normális országban rezsiválság vagy bármilyen válság esetén a központi kormányzat és a helyhatóságok közös válságkezelésének a része az, hogy a kormányzat juttat forrásokat a válságkezelés részében az önkormányzatoknak. Nem támogatásról beszélünk. Ezen egy valami látszik, hogy pofára osztogattak. Semmi más. Semmi más nem látszik. Úgyhogy én nem is szeretnék támogatásról beszélni. Egyébként, hogyha nagyon le akarom fordítani, Józsefvárosban van 50 ezer adófizető, nekem ők a főnökeim, visszakaptuk azt. Egyébként nem annyit, mint amennyit elvettek önkényesen. A megnövekedett rezsi összegeink az körülbelül 2 milliárdra tehető Józsefvárosban, annak most tehát akkor az ötödét kapjuk vissza. Ez mire elég? Tehát ez, ha jól értem, akkor igazából nem oldja meg azt, hogy ne jusson csőd sorsára a település rész az év végével? Nem oldja meg, ez így van, viszont az, hogy egy település mennyire hogy mondjam, kitette ennek a válságnak, az nagyon-nagyon sok mindenem múlik, és én például a politikai részét érzékelem, az, hogy Józsefvárosban nem a Fidesz kormányoz, az azt jelenti, hogy 3 év alatt rendbe tudtuk tenni a gazdálkodását a kerületnek, tehát mi nekünk ez most egy olyan pénz, amit jó dolgokra fogunk elkölteni, nem azt mondom, hogy enélkül csődbe mennénk, van pénz, ennek a pénznek a helye, megvan a helye, de Józsefvárosnak a költségvetése stabil, és fejleszteni is tudunk saját forrásból egy fillér költségvetési támogatásnál. Ez mind szép és jó, de 1,5 milliárd forint, ha jól értelek, csak az a rész, ami hiányzik önmagában a megnövekedett rezsitereknek a kifizetéséből. Ez az, amit egy normális országban kormány és önkormányzat közösen kezel. De ez nincs. De ez nincsen. Akkor mi lesz, András? Tehát azért ez 1,5 milliárd forint, azért az a holdról is látszik, hogy egy klasszikust idézzek. Megmondom, kis települések, és erről szerintem Gyuri jobban tud beszélni, tönkre mehetnek, és nagy települések, ahol nagy energiafaló közszolgáltatásokat kell fönntartani. Én könnyen húzigálom a Hosentrágeremet, hogy milyen Jani vagyok, de hát a fővárosnál van az összes olyan közszolgáltatás, a BKV, a közvilágítás, minden, amihez képest az, hogy a főváros semmit nem kapott, az egész egyszerűen botrány. És ugyanez van Szegeddel, ugyanez van a nagyvárosokkal, Szegednek 20 milliárddal nőtt meg a rezsi miatt a költségvetése. Tehát van ez a disznóság, és van az a disznóság, ami a Krisztályékkal történt, hogy az pedig lehetetlenség. Tehát, hogyha normatívan kapunk, vagy ad az önkormányzatoknak a rezsi válságban válságkezelési juttatást a kormány, akkor Kriszta információi nélkül is pontosan tudnia kell, hogy egy-egy kerületben hol szorít a cipő. Egyébként szolgáltatunk adatokat, tehát ezeknek a dolgoknak nem így kell történnie. Független attól, hogy ki megy el, vagy ki nem megy el, jár a ferencvárosiaknak, jár a pesszentlőrincieknek, mindenkinek jár ez a pénz. Nincs olyan, hogy Józsefvárosnak jár, és Ferencvárosnak nem. Gémesi Györgyhöz fordulok, és akkor nézzük meg egy másik táblázatot, vagy egy másik grafikont, amelyben kifejezetten a megyeszékelyek közötti elosztási különbségeket lehet látni. Hát itt is lehet látni, hogy torony magasan azért vezetnek a fideszes vezetésű megyeszékhelyek. Elsőként beszéljünk akkor általánosságban a önkormányzatok, települési önkormányzatoknak a helyzetéről. Mit old meg ez a mostani kiosztott
rezsitámogatás, nektek milyen információitok vannak? Szolnok az fideszes vezetésű, csak nincs többsége a polgármesternek. Oké, okay, akkor azt magyarítom. Tehát az sárgával érdemes. Győr is. És Győr is. Nem is ez a lényeg egyébként, itt az arányok a lényegesek, meg nyilván az, hogy nagyjából ugye a színek egyértelműen jelzik a szétosztás arányát. De egy picit menjünk vissza előrébb. Miről van szó? Arról van szó, hogy létrejött egy 10-szeres energiaköltség, viszonylag gyorsan júniusban döntöttek, aztán a távhőről döntöttek egy pillanat alatt, 16-szorosan megemelkedik. Az a lényege a dolognak, hogy eddig körülbelül 200 milliárdot használtak fel az energiára az emberek, távhőre, az önkormányzatok a távhőre, világításra és gázra, és most 800 milliárddal nagyobb az igény, tehát 1000 milliárdos igény van. Ez egyik nagyon lényeges szempont. Tehát ekkora a különbség. Ez a pénz nincs bent a 2023-as büdzsébe sehol. Te önkormányzati rendszerben ugyanis. Az önkormányzatok körülbelül 550-600 milliárd állami forrást kapnak, és 2200-2300 milliárdra gazdálkodnak, a többi saját bevétel. Most gondoljuk ezt a 800 milliárdot arányítva ehhez, tehát az állami, a teljes állami, óvoda, bölcsőde, minden szociális szolgáltatások adott pénznek, pénznél több. Annyival árnyaltabb a helyzet január 1-től, hogy a gázára a holland tőzsdén lezuhant, 73 euró nagyjából, 75 euró, de 80-nál nagyobb nem volt most hetek óta, vagy néhány hét óta. Nyilván ennek sok minden oka van, ne vitassuk, vagy ne menjünk ebbe bele, nagyon hosszú lenne a műsor. És ennek ad a következménye, hogy ugye az ehhez arányított távhődíjak, most már eldőlt egyébként, azok körülbelül feleződnek, de ez még mindig nem olcsó, hiszen a 16-szoros lefeleződik 7-8-szorosra. Tehát a korábbihoz képest 7-8-szoros, és nyilván szerződéstől függően a gáz ára is csökkenhet bizonyos településeken, kinek ilyen, kinek olyan szerződése van. De összességében ez a 800 milliárd mondjuk 600 milliárdra csökken. Ez a 600 milliárd nincs benne. Megyei városok. Igen, tehát csak annyi, hogy közben ugye javítottuk a grafikont és a tévedését a nézőktől is. Ugye itt már lehet látni valóban, tehát döntő többségében azért az első helyeken, az előkelő helyeken inkább a fideszes vezetésű megyeszékelyek vannak. Ugye egy gyors kérdést engedjetek meg, mi magyarázza Székesfehérvár és Győr hát relatíve büntiben tartását a tömegellátásod szerint? Hát ez egy nagy kérdés, hogy az egész szétosztás. Még egy nagyon lényeg, két nagyon fontos arat, és utána tudunk belemenni a részletekbe. A kormány hozott egy rendelet költségvetést, és a rendeleti költségvetésben jóváhagyott 144 milliárdot önkormányzatok rezsitámogatására. Tehát 800-600 milliárd, 144 milliárdot. Ebből most kiosztott két csomagot, az egyik a 44 milliárd kerületek, megyeguvárosok, városok, 10.000 fő felettiek, és 10.000 fő alattiaknak 32 milliárdot, azt meg berakta a normatívába. Uh-huh. Tehát adna, ők többet kapnak majd az óvodai ellátásra, stb. Tehát a 10.000 fő alattiakat így kompenzálta. És akkor 44 milliárd, most már vegyük végig azt a bődületes különbséget, az igények és a rendelkezésre álló pénz között. És nyilván ezért lehet ezzel játszani. Lehet ezzel politikai játékot játszani, adok is, meg nem is, mondhatom azt, hogy kaptatok meg, miért nem jöttetek el. Az Európai Uniós tárgyalások jelenlegi formájában, jelenlegi stádiumban nem tehette meg a kormány, hogy csak fideszeseknek ad. Tehát neki be kell mutatni, hát itt van, tessék, az ellenzéki, ez kap ennyit. Senki nem fogja megkérdezni Brüsszelbe, hogy miért kapott mondjuk 8. kerület ennyit, miért nem kapott a Ferencváros, miért nem kapott Hódmezővásárhely, miért nem kapott a Budaörs, és miért kapott 3,2 milliárdot Debrecen, és miért kapott 260 milliárdot Győr. 60 milliót. Bocsánat, 3,2 milliárdot és 260 milliót Győr. Gyors kérdés, tehát akkor azt mondod, hogy a szövetség elnökeként neked az a meggyőződésed, hogy ebben az elosztásban kizárólag politikai szempontok érvényesültek? Nem kizárólag, minden mondok még összehasonlítani, de domináltak a politikaiak, ugyanis az elosztás szempontjainál azt hozta nyilvánosságra a kormány, hogy az adóerő képesség, ugye mindenkinél, és szubjektív szempontok. És ebben a szubjektív szempontokba belekerültek masszívan a politikai szempontok. Jó, bocsánat, Budapesten a Józsefvárosnak az egyik legalacsonyabb az adóerő képessége, és ehhez képest pedig azt látjuk. Arányaiban. Az ötödik kerületnek viszont elég magas. Elég magas. Hozzáfordulok, hogyha nálatok nincsen semmilyen kompenzálás, ez gyakorlatilag mit jelent? Tehát mekkora költségnövekedésetek van kifejezetten az elszálló energiárak miatt, amit most kompenzálnotok kell, és ez egyébként mindannyiatokhoz szól, tehát mit fogtok lekapcsolni? Mert hogy ez egy olyan kérdés, amit azért itt lebeg itt a térben, és már jó ideje próbálok más polgármesterekből is válaszokat kicsikarni, mindenki próbálja ezt eltolni magát, hogy ne jussunk el odáig, de hát előbb-utóbb most már el fogtok jutni odáig, van erre bármilyen tervetek?
Igen, nyilván úgy állítottuk össze a 2023-as költségvetést, hogy figyelemmel voltunk az egyébként szinte megbecsülhetetlen költségnövekedésre, hiszen nekünk most is december végével zajlott le az utolsó olyan közbeszerzésünk, amivel energiát vásároltunk 23-ra, és gyakorlatilag most derült ki az, hogy mennyibe fog kerülni ez az energia ebben az évben, ezért is nem tudtunk mi adatot szolgáltatni, hiszen nem voltak lezajlott közbeszerzéseink, ami alapján pontos adatokat tudtunk volna szolgáltatni. 1 milliárd forint körül lesz, még az intézkedési tervünkkel, az összes spórolásunkkal és minden féle felelős gazdálkodással együtt is az energia ár többlete a kerületnek, amit hát nyilván fejlesztések és más önként vállalt feladatoktól kell elvonnunk. Magyarul nem tudunk még egy teret felújítani, vagy nem tudunk különböző kulturális programokat szervezni, vagy nem tudunk mondjuk bérpótlékot adni az óvónőinknek. Egyetlen megfogalmazás a kérdésnek, de akkor igazából elvegetáltok. Meg tudjátok oldani? Nézd, nagyon sok pénzt takarítottunk meg, olyan pénzt, amely elfolyt ebben a kerületben 10 éven keresztül. Tehát gyakorlatilag mi az elmúlt 3 évben pénzbőséggel terveztünk, és azokat a nagy beruházásokat, amelyeket az utolsó 2 évének a ciklusra terveztünk, azokat most nem leanuláltuk, hanem halasztjuk. Emiatt, mert hogy nem látjuk még a pontos kiadásainkat. Viszont én annyit el szeretnék mondani, hogy a nagy adóerejű önkormányzatok, akik most jellemzően azért nem nagyon kaptak pénzt a kormánytól, összesen országosan 88 milliárd forint plusz szolidaritási adót fizetnek, szintén a válságra hivatkozva bevezetett szolidaritási adó emelést kell ezeknek az önkormányzatoknak befizetni, amiből 44 milliárdot kaptak most vissza a saját pénzükből az energiakompenzációra. Tehát ez mutatja azt a cinizmust, amivel ez a kormány, hogy is mondjam, megsegíti az önkormányzatot. Viszont, hogy nem 88 milliárd, annyi növekmény volt, jól mondtad, 240 milliárdot fizetünk, sőt a rendeleti költséget is többen. Még jobban föltolta. Tehát a 600 milliárdot önkormányzati munkában az állami forrás, és 240 milliárdot visszavesz adóként a kormányzat. Hadd egészítsem ki azt, amit a Kriszta mondott. Azt látni kell, hogy az elmúlt 3 évben azokon a településeken, kerületekben, amelyet ellenzéki polgármesterek vettek át, vagy testületek vettek át, ugyanaz történt szinte mindenütt, mint amiről a Kriszta beszámolt nálunk is. Iszonyatosan lehetett racionalizálni azt a gazdálkodást, amit a Fidesz hátrahagyott, tehát mi is rengeteg pénzt tudtunk megspórolni. Ami most történik, azzal, hogy elvonnak pénzt, hogy külön adót raknak ránk, hogy nem kompenzálják a megemelkedett rezsijárakat, nézd meg, egyetlen egy kerület sem ment csődbe, meg egy valamit csinálnak, most ezzel egy valamit érnek el, amiről a Kriszta beszélt, hogy elégettetik azokat a forrásokat, amelyek arra valók, és arra szántuk, hogy a kerületeinket fejlesszük. Kevesebbet tudunk fejleszteni. György, eddig alapvetően a fővárosi kerületekről, illetve a megye jogú városokról beszéltünk. A kisebb településeken, a középtelepüléseken milyen hangulatot lehet érzékelni? Egyáltalán várható-e olyan típusú összeomlás, amit így azért én vizionáltam legalábbis a kérdésemben, vagy pedig tényleg az lesz, amit így részben Kriszta is, részben András is jelzett, hogy hát a nagyobb fejlesztéseket későbbre kell halasztani, adott esetben meg kell húzni a reakciót, tehát hogy mindenki valahogyan ki fogja tudni mozogni ezt a kvázi megszorítást, vagy nem, azért itt várható a komoly földbeállások. Hát nem vagyok benne biztos, hogy mindenki ki tudja gazdálkodni. A főváros hiánnyal fogadta el a költségvetést, tehát kíváncsi leszek a kormányhivatal, mit fog erre válaszolni, ugye ezt nem lehet, de ha nincs elég pénz, akkor hiánnyal tervezi, és nyilván nagyon sokan lesznek így, hogy vagy betesznek olyan jellegű bevételeket, ami nem reális, vagy pedig hiánnyal fogják tervezni. Én nagyon kíváncsi leszek, mit fog mondani a fővárosnál egyébként a kormányhivatal arra, hogy ezt miért tervezték így, és mi a megoldás. Ez egyik dolog. 2-10 ezer fő alatti településeknél, vagy a kicsi településeknél, ha vegyük falvakra, vidéknél, nincs különösebb gond, mert nem szolgáltatnak. Nekik van egy művelési központjuk, most bezárták térre, nem lesz műsor, gyakorlatilag a közvilágítás, ami probléma, az pedig a normatíván keresztül ki fogja nekik kompenzálni gyakorlatilag a kormányzat. A kisvárosokkal és a nagyvárosokkal, kerületekkel,
probléma, ahol egyébként szolgáltatás van. Egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatás, térségi feladatoknak az ellátása, közlekedés, és sorolhatnám tovább. Itt vannak az óriási problémák, aminek még én azt gondolom, senki nem látja igazán a következményét, hiszen nem csak erről van szó, 20%-os, 15%-os inflációt mond, 20%, még akkor is nagyon jó indulatú vagyok, 50%-os élelmiszeráremelés, közétkeztetési kérdések, és nyilván ott van a 15%-os minimál bér által kiváltott bérspirál, mert ha nem tudunk emelni az embereknek, és érzékelhető az infláció az élelmiszeráremelésen keresztül, és sorolhatnám tovább, akkor vagy elmennek, és lecserélődik az a szakmai apparátus, ha nem tudunk utána menni bérrel, amelyik a szakmai apparátus ellátja a feladatokat. Elképesztő probléma van már az óvónők területén, nincsenek, itt a fővárosban nem tudom, de már Gödöllőn, Budapest környezetében is nyugdíjasokat kell visszahívni, nincsen szakember, nyilván ennek ez egyik oka a bér, ami miatt ezt nem tudják vállalni, másik nyilván azok a körülmények, amit ugye egy óvónőnél a hajolgatás egész nap, a gyerekek emelése, és a többi, és a többi, és sorolhatnám tovább, tehát nem csak pedagógus, ugye óvodapedagógus, ők is pedagógusok, nem csak a iskoláknál van óriási gond, hanem ezen a feladat ellátáson is meg, és ott vannak a szociális területen a munkatársak. Ott is, ha nem emelünk bért, akkor ilyen holnak. És mi történik akkor, hogyha tönkre mennek a rezsi miatt, a nem támogatott magán és alapítvány és más szolgáltatók, nem fogják máshova rakni, jönnek az önkormányzatokhoz. Tehát magyarán a rendszerben az önkormányzat egy olyan puffer, amelyet folyamatosan túlterhelnek, és a végén most még ott tartunk, hogy oké, akkor a Kriszta nem fejleszt, vagy a Ferencvárosban nem fejlesztenek annyit, Józsefvárosban nem fejlesztenek annyit, de egy idő után hogy fogom kigazdálkodni azt? Én még csak-csak, de a Kriszta és a 13. kerület az hogy fogja kigazdálkodni, hogy most 3 hónap megígért központi fűtést támogatás, az egyszerűen elment, mert ők másképp gondolták. Még egy nagyon lényeges dolog, már probléma van a kötelező feladat ellátásával. Így van. Hát múzeumok zárnak be. Nálunk a könyvtár nyitvatartás korlátozott, a művészetek háza zárt be, tehát ezek kötelező feladatok, tehát már olyan sávon vagyunk, ami egyébként a kötelező feladat ellátásában problémát jelent. Közétkeztetés nem tudjuk, hogy és a kátyúzás is kötelező feladat, és a vízelvezetés is kötelező feladat. Mindjárt beszélünk még erről, Kriszta, hozzád fordulok egy pillanatra, mert neked volt egy posztod, amelyben arról írt, hogy igazából a szociális bérlakásban élők helyzete nem fog megoldódni, mert hiába ígérte meg úgy Láng Zsolt, mint Németh Szilárd, hogy visszamenőlegesen kompenzálják őket a megemelkedett rezsikiadások miatt. Ez kiderült, hogy a rendelet nem ezt tartalmaz a szövegszerűen, és az MVM helyesen értelmezve a rendeletet nem tudta biztosítani ezt a kedvezményt. Van-e bármilyen megnyugtató tárgyalásról híred, ami alapján meg tudod nyugtatni a szociális bérlakásban élőket, hogy nem fognak elszabadulni a rezsiköltségei? Hát sajnos nincs. Ugye én egészen idáig vártam, mert ez már december közepén kiderült, de én akkor azonnal a rezsibiztos urakhoz fordultam, tehát Németh Szilárdhoz és Láng Zsolthoz, hogy ne a nyilvánosság előtt folyjon esetleg a számunkérés, hiszen az, hogy nem voltak képesek egy olyan rendeletet alkotni, ami szövegszerűen azt jelenti, amit ők bejelentettek egyébként a sajtónak, az egy elég nagy blamázs. Úgy voltam vele, hogy legyen idő arra, hogy kijavítsák ezt a rendeletet. De ennek lassan egy hónapja, és semmi nem történt, semmilyen választ nem kaptam sem Németh Szilárdtól, sem Láng Zsolttól, sem a minisztériumtól, úgyhogy... De azt sem, hogy adresszáltak volna, ez egy probléma, foglalkozunk fel a polgármester asszony, bármilyen típusú... A legelső jelzésnél engem az MVM-hez irányítottak, hogy majd ő értelmezi a jogszabályt, és minden kérdésünkre válaszol. Akkor az MVM-nek írtunk, és az MVM megírta, hogy ez nem tartalmaz visszamenő hatályt, tehát ők piaci árat fognak számlázni ezeknek a szociális bérlakásban élőknek augusztustól decemberig, mert egyébként a jogszabály megjelenésétől januártól már a rezsicsökkentett árat fogják számlázni. És ezzel az MVM válasszal fordultam újra a kormánybiztosok felé, hogy hát ez így nem lesz jó, ezen valamit változtatni kéne, de erre nem kaptam a mai napig sem. De akkor te jól sejtem, hogy arra következtetsz, hogy itt nem egy rendeletalkotási hanyagsággal állunk szemben, hanem egy szándékos szövegezéssel? Hát ez egy nagyon kemény feltételezés, tehát hogyha olyan módon különböztetnek meg állampolgárokat, ahogy mondjuk így az önkormányzatokat is,
egy teljesen egyértelmű kérdésben, akkor már régen rossz, én inkább hibára gyanakszom, nem is az elsőre, ugye ez már a második, hiszen eleve úgy állt elő ez a helyzet, hogy rosszul volt megszövegezve az eredeti kormányrendelet, de tényleg az, hogy 10.000 forintos, átlagosan 10.000 forintos fűtésszámlák vannak ezekben a lakásokban, most 70-80.000 forint egy átlagos ilyen lakásnak a fűtése, hogy mi most ezt kiszámlázzuk ezeknek az embereknek, az teljesen elképzelhetetlen, úgyhogy várunk, hát egyszer így is nagyon sokat kell majd neki kifizetni, de nagyon remélem, hogy nem piaci árat, hanem a rezsicsökkentett árat. Térjünk át a szolidaritási adó kérdésre, mert te is felvetetted, hogy itt mekkora növekmény van. Ugye 23-ra a pénzügyminiszter által benyújtott tervezet, az 217 milliárdos bevételre számít, ez 90 milliárddal több, mint hogy 2022-ben vártak tőletek. Ezt pedig ugye alapvetően a kivéreztetett önkormányzatoknak kell kigazdálkodnunk majd valamilyen formában. Szóval meddig beszélünk egyetlen önkormányzatiságról az országban, azt figyelembe véve, hogy folyamatosak a forráselvonások, egyre több a forráselvonás, a kötelező feladat ellátásnak a mennyisége nem csökken, emellett itt van most már ugye ez az energiaválság is, tehát hogy egyszerűen úgy tűnik, mintha olyan erők összhatásában kellene az önkormányzatoknak helytállniuk, amikor nagyon megalapozottan felvethető a kérdés, hogy lehetséges egyáltalán még a törvény által előírt feltételeket teljesítenetek, vagy sem? A törvény által előírt feltételeket sem tudjuk teljesíteni. Önkormányzatiságról már régen nem beszélhetünk, az az autonómia, ami az önállóság, amivel az önkormányzatok rendelkeztek, hogy az a bevételnek egy részét saját maguk tudják a céljaikra fordítani, ez gyakorlatilag eltűnt. Mi az állami feladatok ellátását, a mindennapi élet kiszolgálását folytatjuk ezekkel a forrásokkal, ahogy elhangzott polgármester asszony részéről is, hogy fejlesztések gyakorlatilag a fejlesztéseket le kell állni. Minden elfogadható egy válságos helyzetben, de az nem, hogy van egy szektor, amely 10 millió állampolgár mindennapi életéért, komfort érzéséért felel, a biztonságáért, hogy ezt kivéreztetik, és utána politikailag azt mondják majd, hogy te alkalmatlan vagy. Mondja meg nekem valaki, hogy 33 év után én alkalmatlan vagyok erre a feladatra? Hát mondja meg már valaki, hogy azok, mert jó, még azt lehet mondani, hogy nem a választópolgárok egyedül a választópolgárok azt mondják, hogy igen, nekünk ők, akkor miért nem veszik tudomásul? És ráadásul a Magyar Önkormányzatok Szövetsége nagyon sokszor kijelentette, szeretnénk tárgyalni, szeretnénk együttműködni, vannak ötleteink, vannak gondolataink. Semmi olyan jellegű érdemi tárgyalás nincs a kormány és az önkormányzatok között. Jó, hát akkor viszont ide kapcsolódik az záró kérdésem, és kérlek titeket, hogy válaszoljatok rá, hogy tudtok. Tehát, hogyha György azt mondja a Magyar Önkormányzatok Szövetségének az elnökeként, hogy nincsen Magyarországon önkormányzatiság, ha azt lehet látni, hogy olyan típusú hiányt kell kigazdálkodnotok, ami hát alaposan visszaveti nem csak a fejlesztési, hanem az üzemeltetési lehetőségeiteket is, akkor milyen típusú nyomásgyakorlásban tudtok gondolkodni? Ez teremtette újfajta szolidaritást a helyhatóságok között, akár csak budapesti vonatkozásban, vagy akár országos vonatkozásban. Tehát mi kellene ahhoz, hogy itt valamilyen nagyon pregnáns együttállás, föllépés megszülessen a kormányzattal szemben, amely láthatóan nem nagyon veszi figyelembe ezeket az elveket, amiket ti mondtok, tehát lehet, hogy számotokra elfogadhatatlan, de láthatóan a kormányzat számára nem az, és nem most nem az, hanem most már hosszú évek, hanem évtized óta nem az. Oda térnek vissza, amit az elején mondtam, hogy fel kell ismerni, hogy egy autoriter rezsimben élünk, és az tervezetten kiszámíthatatlan. Erre egyetlen egyféleképpen lehet hatásosan reagálni, hogyha tervezetten kiszámíthatóan mindig ugyanúgy reagálunk. Ez azért nagyon nehéz, mert polgármesteri attitűdök is lehetnek nagyon sokfélék, van, aki politizál, van, aki nem politizál. Kellene politizálni most már? Van, aki azt hiszem igen, tehát szerintem mondjuk mi ketten politizálunk biztosan, tehát a klasszikus emberek, embere típusú polgármesterekhez képest mi biztosan többet politizálunk a Krisztával, mint amit megszoktak. De vannak pártszempontok, van egy csomó, nagyon nehéz összeszervezni, szerintem erről Gyuri sokkal többet tud mondani, egységes kiállást. Én most olyan szempontból elégedett vagyok, Krisztával részt vettünk egy fővárosi egyeztetésen, ahol felvetettem azt, hogy a Budapesti Önkormányzatok Szövetsége igazán megfogalmazhatná azt a álláspontját, hogy az, ami történik, az disznóság, hogy a főváros egyharmada olyan kerületben él, akik nem kaptak ilyen rezsikompenzációt, ilyen lesz. Az egy nagy kérdés, hogy például az önkormányzati vezetés, vagy az önkormányzati szféra alkalmas-e arra, hogy ennél határozottabb vagy más eszközökkel politizáljon.
de ez akarathiánya, nem tudom, egységhiánya, tehát mi az, ami megakadályozza legalábbis mondjuk a budapesti kerületi polgármestereket abban, hogy egységesen álljanak ki. Most azt lehet látni, hogy a DK-s polgármesterek alkotnak egy frontot, vannak ellenzéki polgármesterek, akik úgy tűnnek, hogy elégedettek ezzel a helyzettel, a fideszes polgármesterekről semmit nem lehet tudni, és van egy-két ellenzéki polgármester, aki rázza a vészcsengőt, hogy ez így nem jó, és nem csak nektek nem jó, hanem az ország többi helyhatósága számára sem jó. Én nem látok ebben tudatos széthúzást. Én azt látom, hogy mindenki nagyon szeretne jól dolgozni, megfelelni ebben a feszített, válságos helyzetben a legjobbat tenni. Mindenkinek rengeteg dolga van. Itt azért jellemzően olyan polgármesterekről beszélünk, akik korábban nem voltak polgármesterek, és nagyon szoronganak bizonyos feladatok megoldásakor, nem tudják, hogy mi a jó, és ezért erre jut a legkevesebb idő. Tehát arra, hogy egységes fellépésen gondolkodni, azt kiérlelni, akár tizen pár embernek a cselekvését stratégiában, meg taktikában szervezni, ez rengeteg idő, meg rengeteg energia kérdése. És te mit gondolom, mindent nektek csináltok, de hát van egy fővárosi vezetés, vannak ellenzéki pártok, ők bármilyen formában jelezték azt számotokra, hogy lesz megoldás, hogy gondolkozunk azon, hogy valamilyen módon ezt közösen, szolidaritásban összefogva opponáljuk a kormányzatnál? Én nem tudok ilyenről, ugye az a volt, tehát hogy mindig gondolkodunk ezen, ugye ez nyilván összefügg azzal is, hogy milyen állapotban van most az ellenzéki térfél, és erről szerintem most nem kell beszélnünk. Egy valami nagyon lényeges, hogy a polgármestereknek a felhatalmazása az nagyon más, mint amilyen a politikai pártok vezetőinek a felhatalmazása. Én nem állhatok ki, és szerintem Kriszta sem arra, hogy gyerünk, rohamozzuk meg a parlamentet, mert eznek a rendszernek véget kell vetni. Nekem szolgáltatásokat kell szervezni, egy csomó olyan dolgot, és ráadásul nekem az egész kerületért kell felelnem. Nem tudom azt mondani, hogy itt van az a párt program, amit követnünk kell, és gyertek velünk, mert az én kerületemnek a nagy része majd azt fogja mondani, hogy hát bocsánat, erre a pártprogramra nem. Nem akarok. Tehát, hogy nagyon sok olyan strukturális probléma van, abóvó, amit nagyon nehéz polgármesteri szinten megszervezni. Szerintem a politikai ellenállásnak vagy reakciónak a feladatát nagy részt a pártoknak kell elvégezni. Csak ugye az a baj, hogy ezt a Fidesz ragyogóan kihasználja. Tehát a mostani helyzetben engem nem hagy el az a gondolat, hogy ezt a bizonyos válogatást, hogy ki kap, ki nem, ezt az osztogatást, ezt egyszerűen arra használják, vagy használták fel, hogy az ellenzéki pártokat és polgármestereket egymás ellen fordítsák, hogy egy feszültséget szítsanak azok között, akik ezt elfogadták, még akár meg is köszönték, azok között, akik tárgyaltak, de és kaptak, tárgyaltak, de nem kaptak, nem tárgyaltak, nem kaptak. Itt egy csomóféle variáció volt, elmentek, nem mentek el. Egyszerűen mesteri volt, tehát itt szó nem volt rezsitámogatásról. Ez a rezsitámogatás ez azért lett, mert a 10 000 fő fölötti fideszes önkormányzatok, akik egyébként nagyon sok helyen bezártak szolgáltatásokat, bezártak uszodákat, könyvtárakat. Igen. Mi ugye soha semmit nem zártunk be, mindent működtettünk tovább a saját fejlesztési és más forrásaink terhére, de azok a fideszes önkormányzatok is elkezdték valószínűleg verni az asztalt, hogy mekkora kiesésük van az energiaárobbanás miatt. Látszott, hogy adni kell, ha pedig adni kell, akkor nyilvánvalóan nem lehet minden ellenzéki önkormányzatot kihagyni, de azért mégse kapjon már mindegyik, melyik nem ne kapjon. Azért érdekes megnézni, hogy kik a főváros, ugye, a legnagyobb. Ahova leginkább kell. Egyrészt, ahova leginkább kell, másrészt, akinek a vezetője a legmagasabb közvetlenül választott politikai entitás ebben az országban, nem kapott Hódmezővásárhely, ahol ugye miniszterelnök jelölt volt, nem kaptunk mi, akiket annyira sose szerettek. Tehát lehet látni, hogy milyen mintázat alapján, mert hogy nem adóerő, meg nem ilyen, hogy is mondjam, objektív szempontok játszottak szerepet. Épp ezért legfontosabb most egyetlen egy mondat, hogy most azt demonstrálni, hogy szolidárisak vagyunk egymással, és hogy nem lehet bennünket szemben állítani. Hogy lehet ez demonstrálni, György? Tehát milyen eszközök maradtak még az önkormányzatok kezében a megélhetési válság helyi enyhítésére? Hát a maradék pénzből tudunk saját döntéseink alapján prioritási rendszert kialakítani és támogatni azokat, akik a településeinken élnek.
eszközeink a kormányzattal szemben gyakorlatilag a nullára redukálódtak. Én azért 33 éve viszem az érdekvédelmet ilyen alacsony szinten, gyakorlatilag nulla érdemi egyeztetés és tárgyalás nincs. Tárgyalás van, de érdemi egyeztetés nincs. És egy új eszközt vetett be most a önkati szinten a kormányzati kommunikáció és intézkedési csomag, ez pedig az ellentét szítása ellenzék és önkormányzatok között is, de a fideszes önkormányzatok között is, mert azért demonstrálta azt, hogy én adom a pénzt, mint kormány, és neked adok 3,2 milliárdot, neked most a 260-at, hogy ez milyen alapon dőlt el, és miért nem Győr kap 3,2 milliárdot, és miért nem Debrecen 6 kap mondjuk 260 milliót, az nyilván a Fideszen belül érdekérvényesítési rendszer alapján történik. Tehát most már nem csak arról van szó, hogy az önkati ellenzék kormányzat, ellenzék közötti ellentétszítása, hanem a fideszeseken belüli ellentétszítása is, és ezekkel nagyon nehéz védekezni és kitalálni bármilyen eszközt, el kell látni a feladatunkat, ha oda sodorna minket, hogy a cső célére állunk, akkor azt mondjuk, hogy mindent megtettünk, de hát sajnos a helyzet az, hogy ez a helyzet nem mi miattunk alakult ki, mert egyébként tényleg nem mi miattunk alakult ki a helyzet, és lehet fogni háborús izére, inflációra, meg ilyen csődre, meg Brüsszelbe, meg nem tudom mire. Nyilván elemzők már világosan elmondták, hogy mi az oka a mai helyzetnek, de ettől még annak a 10 millió embernek élni kell a településeken, és szolgáltatásokat kell biztosítani, a gyerekeknek óvodát, iskolát, bölcsödét, a rászorultaknak szociális szolgáltatást, egészségügyi ellátást, és nyilván azokat a feltételeket, amiket megszoktak. Ez már nagyon keményen sérült az elmúlt időszakban, és feltehetően, ha jól érzékelem és jól látom, még jobban fog sérülni a következő időszakban. Gémesi György, Baranyi Krisztina, Pikó András, köszönöm szépen, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek. Figyelemmel követjük majd az energiaválság alakulását, és várunk vissza benneteket a stúdióban, hogyha lesz bármilyen olyan fejlemény, amiről be tudtak számolni. Szervusztok! Köszönjük szépen! Ti mi maradjatok velünk, mert hogy következik az adás második fele, amelyben Szabó John és Felsman Balázs érkeznek majd hozzánk, és velük alapvetően az energiaválság tágabb összefüggéseit fogjuk majd átnézni. Előtte azonban nézzük meg egy rövid összeállítást arról, hogy hogyan is zajlik az elmúlt két évben ez az egész energiaválság együttes. Energiaválság szélére került az Európai Unió, miután a tavasz óta hónapról hónapra történelmi rekordokat döntenek a fosszilis energiahordozók árai. A legnagyobb mértékben a földgáz ára növekszik. A mérvadónak számító holland börzén októberben az egy évvel korábbi ár 10-szeresét kellett kifizetniük a nagy felvásárlóknak. Brüsszel elhibázta, elrontotta, elbaltázta, ezért vannak most égben az energiaárak. Szabotázs akció okozta az északi áramlat 1 és 2 nevű gázvezetékek sérülését a Balti-tengeren. Senki sem vádolta közvetlenül Oroszországot, de a célozgatások egyértelműen rávonatkoznak. A jelenlegi háborús energiaválságban ugyanis egész egyszerűen nem fér bele, hogy mindenkinek korlátlanul csökkentett legyen az áram és a gázára. Ezért a rezsicsökkentett árat augusztus 1-től a lakossági átlagfogyasztás mértékéig biztosítjuk. A gáz világpiaci ára már alacsonyabb a háború előtti szintnél. Szakértők szerint ennek hátterében a szokatlanul meleg időjárás állami keresletcsökkenést eredményezett. És folytatjuk az energiaválság témakörének kitárgyalását. Itt ül már velem a stúdióban Szabó John, a Világgazdasági Intézet tudományos munkatársa. Szervusz! Üdvözöllek! És Felsman Balázs, bocsánat, a Corvinus Egyetem regionális energetika-gazdasági kutatóközpontjának főmunkatársa. Szervusz! Kezdjük azzal, és van egy grafikonunk is ehhez kapcsolódóan, hogy bár még mindig nem látjuk az energiaválság végét, de az azért bizakodásra ad okot, hogy noha 2010-es évek árainál még mindig magasabb, de az elmúlt hónapokban mégiscsak drasztikusan csökkenésnek indult a gáz világpiaci ára. Itt ezt láthatjuk ezen a grafikonon. Elsőként Balázs, téged kérlek meg arra, hogy röviden elemez vagy értelmez pontosabban, amit látunk a nézőink számára. Hát én három időpontot emelnék ki, hogy az első az nem is a háború kezdete lesz, hanem hogyha megnézzük ezt a grafikont, akkor látszik, hogy igazából az áremelkedés 2021 nyarán indul. És ez az áremelkedés, ez nyilván nem vezethető vissza a háborúra. Nagyon leegyszerűsítve két okot emelhetnénk ki. Az egyik az a Covid utáni visszapattanás világgazdasági szinten. Hirtelen ugye újra meg mindenhol beindul az ipar, mindenhol beindulnak a szolgáltatások, van egy nagy keresletemelkedés. Ráadásul a Covid időszaka alatt azért belassultak az új beruházások a kitermelési szektorba, tehát már a gázkitermelést értem alatta, tehát van egy ilyen húzó hatás. Akkor szépen elindulnak fölfelé az árak,
majd erre tesz rá egy lapáttal ugye a háború, de nem is közvetlenül a háború, mert ha valaki elmélyül ebbe a grafikonba, akkor azt látja, hogy a háború elején még igazából ahhoz a szinthez képest nem is ugrik annyit, hanem aztán a nagy ugrás az nyáron következik be, 2022 nyarán, és ugye az a nagyon extrém ár, amikor ott látjuk, hogy 300 euró fölötti árak vannak augusztus végén a piacon, ez egy teljesen extrém. Viszont akkor, hogyha meg akarjuk fejteni, hogy mi zajlik, mondtam az előbb a Covid utáni visszapattanást, emellett van azért egy Európa specifikus történet is 2021 második felébe, jelesül, hogy utólag okosak vagyunk már ebbe, és el tudjuk mondani, hogy egyértelműen az Oroszország már próbálja ebbe az időszakban manipulálni az európai árkörnyezetet azzal, hogy az orosz tulajdonú, döntően németországi tárolókat nem tölti fel a Gazprom. Uh-huh. Ugye ezzel tulajdonképpen már előre készül egy szűkösségi helyzetre, és azt gondolja, hogy ez a szűkösségi helyzet, ez valószínűleg az ukrán háborúban egy olyan segítség lesz neki, ami nagyon gyorsan leválasztja Európát Ukrajna támogatásáról, és gyakorlatilag ugye a gazdasági érdekek mentén Európa gyorsan beleszorít Ukrajnát abba, hogy itt meg kell adnia a magát, vagy nem tudom, valami nagyon rossz békébe belemenni. Hát ez nem jött össze, ugye ezt most már ennyi idő után látjuk, ez a akkori helyzet, és akkor az, hogy mi történik 2022-ben, az viszont, hogy olyan extrém magasságba mentek az árak, bármilyen furcsa ezt mondani, azt gondolom, hogy ez az akkori felelős európai döntéseknek a sajnos kellemetlen mellékhatása. A felelős európai döntések, hogy miután Európa fölismerte, hogy ez az orosz gázfegyver hogy működik, ezek után mindegy milyen áron, de intenzíven elkezdett bekészletezni. És ez a bekészletezés, hogy az európai gáztárolóknál elérjük azt a tároltsági mértéket, ami gyakorlatilag megadja a rövidtávú függetlenséget Oroszországból, ezt ugye minden gázkitermelő a világban érzékelte, hogy van egy kontinens, amelyiknél ellátási válság is fenyeget. Nyilván ugye ez egy nagyon erőteljes áremelkedéshez vezetett. Gyakorlatilag nyáron az európai országok, vagy az európai gázkereskedők mindegy milyen áron is megvették a gázt, és ennek a őrületnek volt a vége az, hogy augusztusban elment 330 euróig a gázár. És ugye azt meg, amit most látunk a piacon, itt a felvezetőben is elhangzott, hogy miért van ez a csökkenés, én azért két tényezőt kiemelnék, majdnem megcsinálta Európa már a 20%-os gázkereslet csökkentését, ami nagyjából a matematikából kijött, hogy ennyivel legalább le kéne szorítani az európai gázkeresletet annak érdekében, hogy tényleg tudjon Európa egyáltalán elviekben függetlenedni Oroszországtól, és ez majdnem sikerült mostanra, ez egy nagyon fontos lépés, és hát a másik, ami elhangzott, ugye, hogy ebbe az esetben örüljünk a kedvező időjárásnak. Tehát, hogy ez egy enyhe tél, és ez az enyhe tél, ez én azt gondolom, hogy erősen kicsorbította az orosz gázfegyvernek az élét. Akkor John, ezzel fordulok hozzá, hogy egyrészt igen, valóban a gáztározóknak a relatíve magas feltöltöttségi szintjét, másrészt az enyhe telet szokták megjelölni az elemzők, mint ilyen bizakodásra okot adó tényezőket. Ugyanakkor már most kongatják a vészharangot, hogy 2023-ban is lesz majd tél, és nem csak az elején, hanem a végén is az évnek. Szóval, hogy milyen típusú kitettségek vannak, és mennyiben képes például mondjuk az LNG ellátás ez bármilyen szempontból is ellensúlyozni, miközben nyilvánvalóan az meg a klímaválság szempontjából egy rendkívül káros következménye lenne az európai energiamixnek, hogyha egy ilyen típusú kitettségre váltanánk az orosz szénhidrogének felől. Alapvetően hasonló problémával fogunk szembenézni jövő télen is, mint amivel belementünk az idejébe, de vannak nagyon fontos szempontok, amik viszont talán tompíthatják, illetve felerősíthetik. Az egyik az továbbra is az, hogy az időjárás az hogyan fog kinézni. Ez folyamatosan az elkövetkező hónapokban ráhat arra, hogy mennyire merülnek ki a betározott készletek adott esetben, hogyha úgy jövünk ki a télből, hogy 80%-on, 60%-on vagyunk, hát akkor az tök jó, mert annyival kevesebbet kell betározni a nyár folyamán, és ennyivel könnyebb dolgunk lesz jövőre. Ezzel párhuzamosan időt nyerünk azzal kapcsolatban, hogy a megújulóknak a térnyerése az tovább dübörög, a befektetések azok zajlanak, erre odafigyel az EU, és szerintem az adminisztratív akadályokra is viszonylag nagy hangsúlyt helyez, hogy ez igenis történjen tovább ez a boom, illetve a harmadik szempont, amit szerintem így kicsit kiszoktak felejteni, azok a franciáknak a szerepe ebben a történetben, az idei évben, a francia atom az igazából nem volt egészen az elmúlt mondjuk pár héttel ezelőtt kapcsoltak vissza nagy mennyiségben atomreaktorokat. Ez közvetve van nagy hatással a gázárakra, hisz azzal, hogy rengeteg atomerőmű nem termelt áramot, egy csomó gázt arra kellett felhasználni, hogy ezt kipótoljuk, és lényegében a franciák azok
áram exportőrből importőrökké váltak. Tehát amikor így mutogatnak a németekre, hogy a megújuló átmenet az, az igazából amiatt alakulhattak ki ezek a magas árak, akkor szerintem érdemes azt is kihangsúlyozni, hogy ezzel párhuzamosan a francia atom szektornak is. Most úgy tűnik, hogy nagyjából sikerült ezeket helyre kalapálni, meglátjuk, hogy ez mennyire tartós, és hogy mennyire működik ez. Ezzel párhuzamosan ott van az, hogy Németország LNG terminálokat, tehát cseppfolyósított földgázimport terminálokba már van, amelyeknek a működését elindította, november-decemberben is elkezdődött, illetve ezzel párhuzamosan még terveznek újabb projekteket. Itt szerintem erős teljesen kérdőjeles az, hogy mondjuk jelenleg több mint 30 ilyen terminál van terítéken, meg 7 vezeték, ez 60 milliárd euró befektetés, Satzper kb., hogy ezt nem lehetne jobb dolgokra költeni, illetve ezzel párhuzamosan azért azt is fel kell tenni azt a kérdést, hogy ebből mi fog megvalósulni. Tehát, hogy most, ha így belefutunk, és az a környezet van, hogy mindent meg kell tenni, és aggódunk, ha egy picit így megnyugszanak a kedélyek, látjuk, hogy a piacok is kvázi megnyugodtak, ahhoz képest a 300 eurós árakhoz képest, egyből talán kényelmesebben. Csak röviden tett kérlek kontextusba, tehát ez a 60 milliárdos befektetés az LNG terminálok kiépítésére, illetve a teljes infrastruktúra kiépítésére, ez mondjuk az orosz gázfüggőségnek mekkora részét tudná kiváltani? Ez a nagy részét gyakorlatilag, tehát hogy az LNG, a tervezett LNG kapacitások azok gyakorlatilag az orosz függésnek a nagy részét, sőt a németek nem úgy túllőttek ezek, jelenleg a Németországban tervezett LNG kapacitások azok túlmennek az orosz importoktól, ami kapcsán azért felmerülnek kérdések, hogy hát minek kell annyi. Ugyankor, és az LNG vonalon menjünk tovább, kérlek Balázs, tehát hogy ez egy kirívóan környezetszennyező megoldás. Mit tudsz ezzel kapcsolatban elmondani a nézőink számára? Azt mondanám, hogy nyilván igazság szerint ugye azért ez egy fosszilis energia, akárhogy is nézzük, az, hogy melyik, milyen mértékben kirívó, igen, nagyobb a környezeti hatása az LNG-nek, mint a vezetékes gázszállításnak, de azért azt se felejtsük el, hogy amikor vezetéken hozzák a gázt, ott is kompresszorokra van szükség, a kompresszorok energiaigényét is, egy orosz kompresszor az minden nem működik, csak nem napenergiával vagy szélenergiával, tehát azért nem, tehát ezek szállítási módok, nyilván a hajón történő szállítás azért környezetszennyezőbb, mert az energiaigénye jóval nagyobb, illetve hogy folyamatosan hűteni is kell ezt a cseppfolyósított földgázt. Tehát egyszerűen magának a szállítási módnak összességében nagyobb a környezeti lábnyoma, de azért itt nem arról van szó, hogy ilyen teljesen extrémek a különbségek. A vezeték... Mekkora a különbség egyébként? Hát ezt megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy távolságfüggő is ráadásul. Tehát azért nem lehet egy ilyen számot mondani, mert van benne egy ilyen váltószám, tehát hogy egy bizonyos távolság fölött már nincsen akkora különbség, mert akkor a vezeték folyamatos működtetés a nagyon hosszú vezetékeknél, a nagyon sok kompresszorral már egyébként akár rosszabb is lehet összességében, de igen, ez egy környezetszennyező, de azért mindig vegyük figyelembe, hogy a gázt azt mindannyian egy ilyen átmeneti tüzelőanyagnak látjuk arra az időszakra, ameddig egyébként átállunk a teljesen fosszilis mentes villamosenergiarendszerekre, amit azért ugye az Európai Uniós tervek szerint azért 2050-es évre el kéne érnünk a nettó zéró karbonkibocsátás. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy ha így nézzük, akkor most egy olyan helyzetet kell megoldani, amikor egyébként közgazdászként igen, az orosz vezetékes gáz, ha csak erről az oldalról nézzük, az a legjobb alternatíva Európának, de nem csak ezt kell néznünk, hanem azt gondolom, hogy azt is nézni kell, hogy lehet-e egy ilyen szállítóra építeni az európai gazdaságot. Ugye a Gazprom nagyon sokáig fenntartotta ezt az imidzset, hogy ő egy megbízható szállító. Szerintem ezt sikerült lerombolni az elmúlt másfél évben. Annyit még lehet, hogy hozzáfűznék, hogy árnyalni a képet, hogy az oroszoknál nem tudtuk, hogy a metán szivárgás, ami magának a földgáznak ugye 97% az gyakorlatilag metán, és az is egy üvegházhatású gáz, sőt, rövid távon sokkal brutálisabb, mint a maga a széndioxid, és nem tudjuk, hogy mennyi szivárog az ő termelése folyamán, illetve a szállítás folyamán. Tehát amíg az amerikaiaknál valamilyen szinten próbálkoznak azzal, ha mondjuk Amerikából jön, vagy a norvégoknál meg még inkább látjuk azt, hogy milyen a szivárgás, ezzel párhuzamosan az orosz adatokkal kapcsolatban nincs semmifajta számon kérhetőség. Szeretném, hogyha beszélnénk az orosz gázfüggőség háború utáni megmaradásával kapcsolatos dilemmákról is, de előtte egy gyors lakossági kérdés. Ha zuhan a világpiaci tőzsdén a tőzsdei ára a gáznak, akkor mikor fogja érezni ezt a lakosság? Mikorra várható az, hogy ez valamilyen módon beépül a lakossági gázárképzésbe? Hát figyelj, én ebben nem vagyok optimista, hogy ezt nagyon érezni fogjuk lakosságként. Elmondom, két okból nem fogjuk érezni. Az az árszint, ahol most vannak az árak, az ahhoz képest, ami az
átlagfogyasztás alatti, vagy rezsicsökkentett, vagy hívjuk akárhogy is árazású része a lakossági földgáznak, annál még mindig jóval magasabb. Uh-huh. Tehát az, hogy a kormány elkezdett hozzányúlni ahhoz, hogy ugye eddig limit nélkül mindenkinek járt ez a kedvezményes ár, és ha belegondolsz, akkor az, ami történt, hogy most azt mondták, hogy átlagfogyasztás fölött fizessék ki a fogyasztók a piaci árat, az olyan szempontból már egy pici, egy nagyon icipici elmozdulás a rezsicsökkentés általános, hát, hogy is mondjam, csak így közgazdászként ugye nehezen védhető álláspontjához, hogy elszakítunk teljesen egy termékárat a piaci racionalitásoktól, hogy én már ennek önmagában örülök. Viszont a kérdésedre, hogy ezt nagy tömeg mikor látjuk, azért nem látjuk, mert ami alattam maradt, és azért a fogyasztás döntő többsége alatta van, a lakossági fogyasztás döntő többsége, annál nem várható árcsökkenés. Ott a fölötte lévő régióba, tehát akinek ugye az 1750 köbméter fölötti részen lesz a fogyasztása, arra pici, attól függ persze pici vagy nagyobb részre, nyilván ez már ugye függ attól, hogy a fogyasztónak mekkora lakása, milyen hőszigeteltségű, stb. Na ott lesz csökkenés, egy pici, de ott ugye most az van, hogy azért most még a magyar tárolók, azok azzal a gázzal vannak tele, amit ilyen extrém magasan vásároltak. Tehát igazából annak ki kell onnan pörögni. Ráadásul ugye az a szerződés, ami a Magyarország gázt vásárol, az is egy ilyen csúszóindexált követése a piaci áraknak. Tehát az, amit most látunk, hogy 70 euróért lehet ma a spotpiacon gázt venni, az azt jelenti, hogy ez majd begyűrűzik Magyarországra másfél-két hónap múlva ez az árszint. Ugye ez a csúszó indexálásos dolog, ez nagyon jó minden olyan esetben, amikor emelkednek az árak, mert akkor egy kicsit lelapítja az extrém áremelkedést, viszont ugyanígy ennek megvan a ugye mindenek megvan a pozitív, meg a negatív oldal, amikor meg lefelé mennek az árak, akkor meg mondjuk, hogy hát hogy nálunk még drágább, mikor egyébként már ennél jóval olcsóbb a piaci. Tehát ez kimozogja magát idővel, de most én az első fél évben semmiképpen nem várok csökkentést. Az, hogy utána mi lesz, az meg nyilván ugye már itt a John által is elkezdett módon, azért nagyon sok tényezőnek lesz a függvénye. Tehát én így látom, én nem hitegetnék most senkit azzal, meg nem is szeretem, hogyha összekapcsoljuk ezt a nagykereskedelmi tőzsdei árat azzal, hogy a lakosság milyen áron kap gáz. Balázs arra utalt, hogy igazából a Gazprom irányában valószínűleg megszűnt a bizalom. Kijelenthető az, hogy az olcsó energiakorszakának vége van, és ha igen, akkor ennek milyen következményei vannak? Tehát ha valamilyen módon lezárul majd ez a háború, azt se tudhatjuk, hogy mikor, azt se tudhatjuk, hogy milyen körülmények között, visszatérhet-e a háború megkezdése előtti függőségi szint Európa vonatkozásában az orosz szénhidrogénektől? Hát meglepne. Azt gondolom, hogy vége van annak. Tehát, hogy egy korszakot lezárultunk, azzal, hogy tulajdonképpen az energiaiparban a háború után mindenki arról beszélt, hogy egy korszaknak vége, ez precedens nélküli, és abszolút az van, hogy az elmúlt mondjuk 50 év bizalomépítési folyamata, az tulajdonképpen egy mozdulattal át lett így húzva, és ez szerintem egy rendkívül fontos dinamika. Az, hogy ilyen alacsony árkörnyezet mikor tér vissza, én azt gondolom, hogy egy ponton majd lehet, hogy vissza fog térni, amikor teljesen megújul alapú, és egy olyan hálózatot, meg egy olyan energiarendszert sikerül kiépíteni, ami mind fenntartható, mind zöld, mind nincs külső fosszilisekre felépítve. Közben ez alatt a strukturális változás alatt, ami rövid távon is fájdalmas lesz, közép-hosszú távon, tehát rövid távon mondjuk a következő 2-3 év alatt azt gondolom, hogy azért lesznek ilyen nagyon volatilis évek, illetve gyakorlatilag az elmúlt 5-10 évben, ameddig ezek a technológiák a helyükre nem esnek, a befektetések megtörténnek, addig folyamatosan lesz ez a fajta volatilitás. Az viszont abszolút pozitív, hogy Európa ennek így az élére áll, vagy az élére kényszerült állni, és felpörgeti ezt az átállást, és újra tervezésre kényszerül a teljes gazdaságát, ipari termelését, mindent, még akkor is, hogyha ez fáj nagyon sok mindenkinek, ez jó esetben egy jó szociális politika, valamilyen szinten kiigazítja. Éppen ma reggel küldött át nekem valaki egy zseniálisan látványos infografikát, ami Németország földgáz importjának az összetételét mutatja. Így havonta mozog benne a grafikon egy kördiagramma, hogy néz ki. Ennek az összetételén belül 62% volt az orosz gáz aránya 2021. januárjában, idén novemberben 0%. Ez csak annyit, hogy mikor jön vissza, ahogyan az a függőség, nem jön vissza. Megoldották. Lement 15-20% közötti mértékben a német gázkereslet, ugye erről beszéltünk már, hogy van azért ennek egy ilyen ipari átrendeződés, energiatakarékosság, energiahatékonyság oldala, de sikerült gyakorlatilag az egészet lecserélni, tehát egy 20%-ot fölötti rész, mindent lecseréltek. Másrészt ez nem jön mondani, vissza. Mondani, középhosszú távon a német ipar az olcsó orosz
szénhidrogénre? Én azt gondolom, hogy le kell mondani, és egyébként azért egy dolgot ne felejtsünk el, hogy szerintem minden gazdaságnak a komparatív előnyökre érdemes építenie. Az egy rossz gazdaságpolitika egyébként, hogyha egy nem létező előnyre akarok építeni gazdaságot. Németország nem abban van az előnye, hogy olcsó orosz gázból ipart csinál, hanem abból van az előnye, hogy nagyon komoly ipari innovációs teljesítménye van. A hozzáadott érték nem a termelésen keletkezik. Tehát az nem, tehát nem az lesz a német ipar problémája, ha lesz, hogy egyébként mennyi az energiaköltség. Az nyilván rövid távon jelent problémát, de nagyon érdekes hosszú időszakba követni akár Európa, akár Japán gazdasági teljesítményét, mondjuk az Egyesült Államokkal összemérve. Nyilván az Egyesült Államoknak ebben van egy olyan versenyelőnye, hogy jelentős hazai energiaforrásokkal rendelkezik. Most azért mondom ezt a két gazdaságot, Japán meg Európát, mert egyiknek sincs. De már a 70-es olajválságot is ez a két gazdaság más típusú válaszokkal, hogy mondjam, oldotta meg, és ha csak az autók méretét nézed meg, ja, ugye az európai meg a japán autók versus az amerikai autók méretét, akkor rögtön érted a különbséget, hogy nem csak úgy lehet válaszolni erre, hogy akkor élvezem az olcsó energia előnyét, hanem úgy, hogy innoválok, és kijövök ebből a helyzetből. Egyébként szerintem az egész zöld átmenet Európában az egy ilyen versenyképességi kérdés, mert az az egy olyan energiahordozó, ami Európának is van. Szél meg napenergiánk az van, arra lehet építeni rendszer. Hadd provokáljak, és John válaszára is kíváncsi leszek, mert erre a kérdésre vonatkozóan, mert hogy hát a magyar kormány nem nagyon ért egyet veled, ugye Azerbajdzsánba építünk áramvezetéket, ami számra abszolút a science fictionnek hat. Mert teszem hozzá, nekem az LNG is egy kicsit ilyen disztopikus jelenség, de ez valószínűleg csak az én fantáziámról árulkodik. Ugye folyamatosan napirenden van Paks 2 megépítése, ugyanakkor meg ezzel együtt a háztartási napelemeknek a telepítését azt abszolút ellehetetlenítették. Szóval Balázs, a te megítélésed szerint, és mondom Johnhoz is szól a kérdés, mennyiben tudta növelni a mozgásterét a kormány kifejezetten a fenntartható energiaforrásokra az való átállás tekintetében, illetve a diverzifikáció tekintetében? El szoktam mondani ezekre a kérdésekre, bár értem a provokálás szándékát, azért kezdem először a pozitív hírrel. Tehát egy olyan területe azért mégiscsak volt Magyarországon az elmúlt éveknek, ahol tényleg érdemi és látványos előrehaladást tettünk, ez a napelemek tekintete. 2020-ban Magyarországon volt a legnagyobb arányú napelemes termelés, az összmegtermett villamos energia hányadában az egész Európai Unióban. Ez egy nagyon komoly szám. Most már 3500 megawattot elhagyta a beépített napelemek száma, és még bőven-bőven a duplázódásra számolhatsz a következő egy-két év alatt. Tehát én azt gondolom, hogy most ugye behúzták a féket, mert egy kicsit megijedt tőle már a rendszerirányító is, hogy már olyan mennyiségben, sokkal gyorsabb volt ez a boom, mint amire bárki számított. Tehát, hogy itt azért ezt a mostani fékbehúzást a napelemek tekintetében így látom. A másik fel a kérdésednek, én azt gondolom, az azerbajdzsáni áramvezetékre azért nem szeretnék beszélni, mert én azt gondolom, hogy ennek inkább marketing értéke van sem, mint érdemi hozzájárulása ahhoz, hogy Magyarországon milyen energiamix lesz. Ráadásul az Európai Unión belüli vezeték címkézések nem működnek. Tehát igazából az a vezeték, amit el fog érni az Európai Unió határára, onnantól kezdve, nem akarok most, ez tényleg egy ilyen szakmai részletkérdés, de onnantól kezdve egy ilyen áramlás alapú tarifálási rendszerbe kerül be, tehát nem lehet megmondani, hogy ez az elektron, ez az enyém, és én kérem, hanem tehát nem így működik a piac, tehát hogy szerintem ez inkább marketing volt, hogy egy picit megnyugtatni itthon is a választókat, hogy a kormány helyén van, hogy próbál diverzifikálni minden irányba, és ennek, tehát erről szerintem nem érdemes többet beszélnünk. Amire viszont hajlandó vagyok így reagálni, hogyha azt mondtad, hogy provokatív, az, hogy a magyar iparfejlesztés iránya az nagyon elbillent az energiaintenzív szektorok felé. És itt most tényleg, ugye a legújabb bejelentéseket, az akkumulátorgyártás például kifejezetten egy ilyen rendkívül energiaintenzív szektor, ugye amivel a legújabb bejelentéseket látjuk, és egy olyan országnál, amelyik egyébként nem rendelkezik saját maga kellő energiaforrása, az ennyire energiaintenzív irányba való elmozdulás, az ugye, az előbb mondtam, hogy azért közgazdászok szeretik a komparatív előnyöket, ott bizony nem látom feltétlenül, hogy hol van az a komparatív előnyünk. Lehet, hogy máshol majd kijön, nem tudom, de energia tekintetében ez biztos, hogy egy komoly kihívás lesz, hogy ezt az energiaintenzív ipart fejlesztjük tovább. Ezzel egyetértek, hogy ez egy olyan kihívás, ami most így a megemelkedett energiárak tekintetében szerintem nagyon komoly kihívást jelent.
És talán azt hangsúlyoznám ki, vagy azon azt a gondolatmenetet folytatva, amit a Balázs elkezdett, hogy a német innovációra van felhúzva az iparpolitika. A németeknek az iparpolitikai irányuk, meg az energetikai elmozdulásuk is viszont nagyon sok szempontból meg szerintem nehéz helyzetbe hozza a környéket is. Tehát, hogy amikor arról gondolkodunk, hogy mik a német válaszok, és mik mondjuk a mi régiunk, vagy a 2004-2008-ban csatlakozott európai államok, vagy akár a Balkán, hogy ők milyen válaszokat tudnak hozni, hogy a németek azok ki tudták pengetni az LNG termináloknak az árát, meg adott esetben importálni tudnak. Mondjuk Észak-Macedónia az ilyen gazdasági csőd közelében mozog, és az EBRD hitel mentette ki részben az, hogy ne omoljon össze lényegében a teljes energiapiacuk, meg az energiarendszerük. Tehát, hogy nagyon nehéz lesz más régiókban is. Tehát, hogy nem véletlen, hogy van, amit lehet bírálni, hogy milyen volt Magyarországnak az energiapolitikája, de a jelen helyzetből kiindulva viszonylag szűkös az a pozíció, amerre mozoghatunk, és itt valóban van az, hogy nem történtek meg például azok a hálózatfejlesztések, amik szerintem, amik miatt most a rendszer irányító részben rákényszerült arra, hogy behúzza a féket, és ezek azok, amikre viszont most hangsúlyozottan kell figyelni, illetve pénzt allokálni rá. És akkor zárásként az energiaátmenet kérdésére kérlek, hogy térjetek még ki, tehát hogy az, hogy a fosszilis energiahordozók ilyen módon megdrágulnak, az egy anyagi érdekeltséget is kialakít arra vonatkozóan, hogy inkább elmozduljon az energiamix és az energiatermelés a fenntartható energiaforrások irányába. Szóval a ti meglátásatok szerint ez a mostani válság, ez katalizálhatja ezt az átmenetet, erősítheti, vagy épp ellenkezőleg lehet, hogy rövid távon bevon újabb ilyen kapacitásokat, de közép-hosszú távon ezért alapvetően mégiscsak a fosszilis energiahordozók fogják adni az energiamix magját az európai kontinensen. Balázs. Én abszolút hiszek abban, hogy ez egy katalizátor. Tehát én még annyi ilyen jellegű gondolkodást vállalt vezetőktől, annyi erre irányuló projektet soha életemben összesen nem láttam, mint 2022 őszén. És azok a projektek, tudod, ebben az a legszebb, hogy azok a projektek, amiket most eldöntenek, arra most kiszámoltak egy nettó jelenértéket a magas árak mellett a vállalatvezetők, de ha már megcsinálták, az meg lesz. Pont. Az már nem, tehát utána már nem fogja lebontani azt a megújuló beruházást, amit a mostani árszint miatt meghozott, és azt mondani, hogy a fene egye meg mondjuk lementek újra a gázárak, és majd megint inkább visszahozom a gázkazánt. Nem fogja visszahozni. Tehát ilyen szempontból ez egy abszolút egyértelmű katalizátor, és ez jó irányba megy. A másik, hogy eleve a magasabb árkörnyezet sokkal magasabb szintre emelte az energiáról való gondolkodást. Energiakereskedők szokták nekem azt mondani, hogy régen a folyosó végén ülő beszerzővel tárgyaltak, most jellemzően a vezérigazgatóval tárgyalnak. Ugye ez óriási különbség az egésznek a megközelítésében, a szemléletében, úgyhogy én mindenképpen ebben a tekintetben kifejezetten optimista vagyok, és én nem hiszem azt, hogy még egyszer visszajön a fosszilis energiahordozók világa. Ez most adott egy nagy lökést ennek, hogy még gyorsabb legyen az átmenet. Úgyhogy én azt hiszem, hogy 2-3 éven belül, hála az égnek, újra megint egy unalmas szektorral foglalkozhatok, ahol majd olyanokról kell csak beszélgetnünk, hogy akkor a megújulók téraránya az mennyi, és mi lenne még jobb, és majd méregetjük a magyar teljesítményt a többi európai országhoz, hogy itt még le vagyunk egy kicsit maradva. De nem arról fogunk beszélni, hogy ellátási válság, meg energiakrízis. Alapvetően én is osztom ezt az álláspontot, hogy abszolút látom azt, hogy katalizálja, és az, hogy látszik az, hogy mekkora feladat, tehát hogy óriási, látszik az, hogy ennek mekkora költsége, az is hatalmas, de ezzel párhuzamosan meg nagyon izgalmas látni azt is, hogy ez például hogyan fonódik össze mondjuk egy generációváltással, meg szemléletbeli váltással is. Nagyon izgalmas most a múlt héten a Német Energiaügynökségben dolgozókkal beszélgettem, és ott is izgalmas volt, hogy az összes középvezető meg vezetők, azok már megújuló szektorba jönnek ki, úgy, hogy ez egy tradicionálisan konzervatív kormányzati szerv volt, aki a földgázra fókuszált, meg az olajra, és látszik az, hogy tenni akarnak. Szerintem itt a kardinális kérdés az, hogy milyen gyorsan tudunk tenni, és az, hogy ne legyenek ilyen vakvágányok. Szerintem mondjuk a hidrogén egy ilyen nagyon, nagyon nehéz kérdés, meg vannak különböző egyéb utak, amikről egyelőre beszélünk, de nem feltétlenül szeretnénk elkövetni azokat a hibákat, mert egyszerűen nincs rá időnk, meg lehetőségünk, hogy utána korrigálni. Szabó John, Felsman Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok a nézőinknek, és eljöttetek ide a stúdióba. Gyertek majd máskor is. Köszönjük. Köszönöm.
Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a ma esti adásunk. Ha még nem iratkoztál volna fel a csatornára, mindenképpen tedd meg, hogy ne maradj le a további adásokról. Ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ezt az adást, mint az összes további és korábbi Partizán adásunkat is, podcastként is meghallgathatod, a létező összes nagyobb podcast platformon megtalálhatóak vagyunk. Ugyanígy vannak dedikált podcastjaink is, amelyek ettől a csatornától függetlenül érhetőek el, ezeknek Partizán Podcast a gyűjtőnevük. Ezen a csatornán keresztül pedig, ahogy mondtam, azokat az adásokat találod meg, amelyek videóban nem jelennek meg, csak hangzó formában. Ha megteheted, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségen keresztül. Ezt előre is köszönöm, különösen az ilyen válság sújtotta időszakban. Munkatársaim nevében köszönöm a megtisztelő figyelmet. Én Gulyás Márton voltam Budapestről. Jó éjszakát kívánok. Ciao.